Kis Tarcsa első fél évének jelentős eseményeiről beszélt stábunknak Szilárdi László, a Kis Tarcsai Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár intézmény vezetője. 16 csapat vett részt a rendezvényen. Ez, mint Böllér Fesztivál, elég nagy szám, mert eléggé szárteágazó tevékenységet kell ott végezni a csapatoknak, és rengeteg látogató volt. Ez mellett kulturális programok tarkították a rendezvényt, a sztár fellépőtől kezdve a különböző hagyományőrző programokig, illetve kézműves kirakadó vásár is volt, amely nagyon jó hangulatú utcabállal zárult. A második rendezvényünk egy kisebb, úgymond megemlékezés volt, ez a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. Ezen a rendezvényen részt szoktak venni az 56-os szervezetek, a politikai elítéltek közössége és egyéb más olyan szervezet, amelyek a 56-os eseményekkel foglalkoznak. Tehát azt is lehet mondani, hogy egy országos jelentőségű rendezvény ott Kistarcsán. 5 évvel ezelőtt a 1956-os szövetséggel állítottunk ott egy kopjafát, amelyet ezen alkalomból mindig meg szoktunk koszorúzni, kis rövid kulturális műsor keretén belül. Következő ilyen rendezvény egy előadás volt, amely Bánk Mór tartott. Ő arról ismeretes, hogy a hunyadiak történetét kutatta, és amit írt könyvet a hunyadiakról, azt mutatta be a Csigaházban elég nagy számú közönség előtt. A következő rendezvényünk volt a március 15-i ünnepi műsor, amelyet egy koszorúzással kezdtünk a civilház falán elhelyezett emléktáblánál. Erről azt kell tudni, hogy az isaszegi csatából innen is indultak egységek, és ezt egy emléktáblába örökítettünk meg, amelyet minden évben meg szoktunk koszorúzni, illetve a Simándi József általános iskola adott a művelődési házban egy irodalmi játékot. A következő rendezvény az már egy igazi fesztivál hangulatú műsor volt, program volt, ez a Kistarcsai Napok, amely 3 napos rendezvény volt. 7,5 millió forint Európai Uniós pályázati pénzt nyertünk erre a rendezvényre, ami annyit jelentett, hogy a Kistarcsa testvér településeit meg tudtuk hívni, akik előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, kiállításokkal és egyéb kulturális műsorokkal készültek. Igazi kulturális Európai Uniós csere kapcsolatot hoztunk létre a rendezvény keretein belül. Ez mellett rengeteg sztárvendég volt és helyi fellépőket is bemutattunk a színpadon. Mindenképpen megemlíteném a kisebb rendezvényeket és a sportrendezvényeket is, amiről nem beszéltem előzetesen, volt a vízilabdatorna, akkor ez mellett volt az úszodába Nyuszi Kupa, és egy nagyon híres rendezvény a Kistarcsának a trianoni megemlékező műsor. Erről annyit mondanék még el, hogy sikerült egy 2-es keresztet felállítanunk a trianoni emlékművel szembe, amely főként Varga Árpád műköves munkáját dicséri, tehát ebbe helyeztük be a keresztet, én jól magam adtam a fát hozzá, Zsiák Péter volt, aki a fát megmunkálta, és újfiabb Juhász István alpolgármester ötlete alapján helyeztük el egy nagyon szép megemlékező műsor keretén belül. A Kistarcsai önkormányzat jelentős támogatást nyújtott annak érdekében, hogy a programok sikeresen megvalósuljanak. Emellett több pozitívan elbírált pályázattal is büszkélkedhet a város. Kistarcsa város önkormányzatának vezetése nagyban támogatja a város kulturális és sportéletét. Ez mellett természetesen az intézmény, illetve az önkormányzat közösen több projektre is pályázott. Mindenképpen elősőként megemlíteném az eszközbeszerzési pályázatunkat, ami 850 ezer forint volt. Ebből székeket fogunk a művelődési házban beszerezni, illetve új technikai eszközöket vásárolunk, illetve asztalokat. Ez annyit jelent, hogy meg fog újulni a művelődési háznak az eszközállománya. Plusz ez az önkormányzat még 2 millió forint költségvetési támogatást is ad. A következő nagyobb pályázatunk volt, amit már említettem, a Kistarcsai Napok keretén belül az Európa Polgárokért program, ami 7,5 millió forint pályázati pénzt hozott a rendezvény lebonyolítására. Továbbá megemlítenék 2 TAO-s pályázatot, az egyik az úszoda felújításra vonatkozik. Ennek az a lényege, hogy mindenképpen le fogjuk cserélni az úszodának a ponyváját, ugyanis a régi ponyva eléggé előregedett, illetve több helyen is már javítva van.
ezt az önkormányzat saját forrásból fogja állni. A többi beruházást, amely kazáncsere és a úszoda két végén lévő nyílászárók cseréjét, viszont pedig ebből a TAO-s támogatásból fogjuk megoldani. Ez mellett megemlíteném a sportpályán belül a B pálya edzőpályának a felújítását, amelyet a Kistarcsai Városi Sportklub kivitelezése alatt folytatunk le. Ez azt jelenti, hogy egy szép füves pályánk lesz, melynek az első üteme már lassan el fog készülni, második ütemét pedig jövő őszre várjuk. Ez mellett a könyvtári pályázatokat is meg szeretném említeni. Márai programba kaptunk 600 ezer forintot, a kulturális alaptól kaptunk szintén 600 ezer forintot, és könyvállomány alapításra kaptunk 150 ezer forintot. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy elég jó pénz arra, hogy megfelelő és a legújabb könyveket be tudjuk szerezni. 2014 második felében is számos kulturális és sportprogram fogja színesíteni a kistarcsai lakosok életét. A második fél évben milyen további kulturális programokra számíthatnak a város polgárai? Második fél évben is valószínű elég gazdag lesz a Kistarcsa kulturális élete. Mindjárt mondanám az első ilyen rendezvényünket, az augusztus 20-ai rendezvény, amely nem simán egy állami ünnep, hanem egyben Kistarcsán kakasfőző fesztiválnak az időpontja is. Erről azt kell tudni, hogy már jelenleg 20 csapat jelentkezett, és különböző kakasokból készült ételekkel fognak bemutatkozni. Természetesen sztárvendégek fognak itt fellépni, a hősöktől kezdve lesz egy ilyen élő retrobuli, ahol a Cosmix, a Happy Gang, ilyen régi zenekarok lépnek fel, úgyhogy remélhetőleg egy jó hangulatú délutánnak, illetve estének nézünk elébe. Ez mellett egy extrém kerékpárpálya átadó is lesz ugyanezen a napon. Szóval ezt követi a Görhöny Fesztivál és az előtte lévő kulturális hét, amelyet a Kistarcsai Kulturális Egyesület szervez, majd a másnap lesz az örökségséta és a várossá avatás évfordulója. Ezen alkalomból szoktuk kiosztani a kistarcsai kitüntetteknek a különböző címeket, illetve a díszpolgári cím átadása is ezen alkalomból adjuk át, illetve ez színes kulturális műsor tarkítja, itt főként inkább az elit kulturális rendezvényeket szoktuk, illetve elit kulturális fellépőket szoktunk bemutatni. Majd ezt követően az október 23-a ünnepség, decemberben pedig a Mindenki Karácsonya, és szintén egy téli fesztivál rendezvény, itt különböző kulturális műsorok, kirakodóvásár, ingyen forralt bor, teaosztás, hát ami az alkalomhoz illik, gyerekműsorok és egyéb programok. Meglátni is, csak egy pillanat, így történt velem, szerelmes lettem, mikor megláttalak. Tőled akartam csókot lopni, tőled vártam, hogy szeress, nem jöttél másnap, hiába vártam, hát Istenben számítanék mindenkinek.